Sziasztok, ez itt a negyedik epizód, harmadik pályája, Tower of Crime. Már az előző pálya is nagyon jó volt, de itt 3-4 pályán keresztül nagyon javulni fog a játék minősége. Új ellenfelekkel is találkozunk, például az ilyen Swiss Fushwomanekkel, akik akkora kihívást nem jelentenek, mert eléggé nagy szinten van odáig katonánk. Már majdnem maxon van. Szóval ezek csak így futnak felénk. Maximum egy vagy két suhintással kiszedhetjük őket. És ez itt a címben emlegetett bűntornya. Főbejáratot nem tudjuk használni. Szóval itt azt kell csinálnunk, hogy robbantunk egyet, és a csatorna rendszeren keresztül fogunk majd bejutni. Aha, ott majd haladhatunk tovább. Viszont itt még több új ellenfél van. Ezek hickenesek. Kicsit több gondot is okozhatnak, szóval gyorsan szedjük ki őket. Ott még egy jetpackes. Ennyi volt az a pálya első része, nem valami hosszú. És hoppá, leestem. Nem baj, elég nagy az akrobatikusságunk. Itt az élesztőt még fölvettem. Jöjjünk is le. És próbáljuk meg minél inkább kihasználni a láthatatlanságot. Akár közelebbről is megnézhetjük ezeket az ellenfeleket. Még ezek se a legveszélyesebb hickenesek, de ahogy mondtam, hogyha sokan vannak, akkor szép lassan leszedhetik az életeteket ezek is. És én szerintem mind fejleszek egyet. Most a max életemet akarom fejleszteni, mivel következő pályán lehet, hogy majd jól fog jönni. És itt a láthatatlansággal olyan gyorsan előre szaladhatok, amennyire csak akartok. Majdnem ezt az egész második részt kitisztíthatjátok vele, de én most nem voltam elég gyors, nem figyeltem annyira. Meg még azért se akartam annyira előre haladni, mert itt még vannak titkos helyek. Az egyik az ez a Vitality. Vigyázzatok, hogy közelebb ne haladjatok a ventilátorhoz, mert beszippant titeket és az instant halál. Illetve még ott lesz egy Golden Soul, de majd később is megszerezhetjük. És itt a másik irányban itt is van egy titkos hely, ezek élesztők egyébként. 3x10 életet szerezhettek belőle. Hogyha nem ekkora az akrótok, akkor kinetikórugrással kell oda följutni. Na, azt hiszem, hogy itt ennyi mindent találhattunk, szóval haladjunk. Vannak itt. Ezeket is egyébként ugyanúgy felrobbanthatjátok, de itt semmi értelme. És így is eljuthattok a Golden Soul-ig. Amit én meghagyok majd későbbre, mert a következő pályát megéri max élettel kezdeni. Mert ott a kezdés eléggé nehéz lesz. Már hogyha nincs életetek. Innen a messzeségből még nagyon könnyen kiszedhetjük azokat az ellenfeleket. Hogyha úgy körülbelül 20 méternél távolabbra vannak, akkor nem jelentenek nagy veszélyt. Hoppá, azért magamat ne sebezzem. Ennyire még lehet.
minigant is használhatjuk. És azt hiszem, hogy erről jöttünk, igen. Akár kinetic orral felugorhatnánk a következő szintre, de én inkább szép sorjában akarom vinni a dolgokat. Mikikó, te maradj itt. Menjünk a liftaknába. Rajtaütés. Nem tudtak túl sok mindent kezdeni velem. És... használjuk egy kicsit a sotit. Amennyire szeretem a videójátékokban a shotgunt, általában a kedvenc fegyverem. Itt most a gyengébbek közé tartozik. Szóval a következő pályán se fogjátok nagyon látni a használatát. És itt még van egy dolog, amit meg kéne szereznünk. Mégpedig, hogyha lefelé kezdetek suhingatni, akkor itt van egy törés a padlóban. Itt van az utolsó titkos dópfis harcunk. És megpróbálom körülbelül megint 30-szor megsuhantani. Mert hogyha a dálkatanával győzném le a dópfist, akkor az eléggé pocsékolás lenne. Mégpedig azért, mert a dálkatana az már majdnem max szinten van. Inkább híróhoz menjen a tapasztalatpont. És ennyi körülbelül a második rész. Két ellenfél hiányzik, de... nem spónolnak be ezen a pályán. Pedig eléggé sokat próbálkoztam. De nagyon úgy tűnik, hogy az... ellenfél számláló itt el van rontva. Nem izgat minket. Gyere, Mikikó, ennyi volt a második pályarész. Ja igen, van elég páncélzata, nem kell neki az a vért. Itt van Mikikó. Jól van. Nem tudom, hogy miért kell pontosan mellettünk lennie. Kicsit idegesítő, de túléljük. Ez lesz itt a pálya legvége. Ott van egy villamos. Csak el kell jutnunk odáig. Akár még kettőt is tudnék fejlődni ezen a pályán, két szintet is. Mikikónak kell az a ripgun? Hát, úgy tűnik, hogy felszedte. Mikikónak is van már minigunja. Legalább meg tudja védeni magát. Ezt a páncért meghagyhatjuk későbbre. Azt egyébként még nem említettem, de láthattátok már többször is, hogy a kinetic orb több dologért jó. Az egyik az, hogy stratégiailag is használhatjátok a pattogása miatt. De még ezen kívül ki lehet vele lőni a rakétákat is. Szóval szűkös helyen is használható amiatt. Itt van egy ellenfél. Azt simán kiszedjük. Jó. Ó! Ne kájsselje, Mikikó. Nem tudom, hogy a tapasztalatpontot megszerezzük-e akkor is, hogyha ő intézel egy ellenfelet. Ripgunt még nem is használtam. Pedig az a leghatásosabb itt az epizód során.
Mickey Holten maradj itt valahol, mert most több ellenfél lesz itt. Azt szeretem ebben a pályában, hogy nagyon gyors az üteme. Szóval tényleg itt más se kell csinálni, csak futni és lőni. Ritkán van ilyen, főleg hogyha az epizód első pályájához viszonyítjuk. Amiben végig ilyen szűkös helyeken voltunk. Futni sem lehetett konkrétan. Ez egy teljesen más pálya, és inkább az én stílusom. Tudjátok, mit én a katonát is léptetni akarom, szóval most hagyjuk egy kicsit a minigunt. Itt kik vannak? Ó, az nem jó. Tipikusan azok az ellenfelek, amik ellen nem jó használni a katonát. Rakétavetősök. Jó is, hogy léptem még egy szintet. Én inkább a támadás gyorsaságát szeretném fejleszteni. Jó, itt van pár élesztő. Bárki mással találkozunk itt, nem igazán hiszem. De még egy titkos helyet szeretnék találni. Ami a liftaknál van. Nézzük, hogy így sikerül-e megszereznem. Igen. De egyébként, hogyha itt vagytok, hogyha megtaláljátok ezt a helyet, akkor csak simán felugorhattok a kinetikorral. Szedjünk föl mindent. Mert ahogy már említettem, a következő pályára jobb, hogyha felkészülünk. Nem lesz az egész pálya nehéz, de az eleje az eléggé az lesz. Ezt jól megfogalmaztam, ugye? Na, azt még felszedhetjük. És Mikikónak se ártana valami élesztő. Lehet, hogy itt még lesz valahol a pályán, szóval addig is haladjunk. Nagyon rövid pálya, de mondom, a játékmenet az kifejezetten tetszik. És nem is mondtam, de megszereztünk egy új fegyvert, amit most már csak a következő pályán fogok használni. Jó, kicsit élesztett Mikikó is magán. Egyetlen hely, ahol a pályán elveszhettek, ezt a rácsot kell kilőni. Bejutunk a liftbe, és aztán még ezt a deszkát, ami az útban volt. Mikikó, te ki tudsz jönni? Remélem, hogy ki tud jönni. És itt vagyunk a pálya végén. Hogyha ezt aktiváljuk, akkor itt vagyunk azon a helyen, amit már láthattunk előre. Mikikó, te mit művelsz? Na azért. Gyere csak. Élesszük még mi itt magunkat. És én még szeretnék magamnak találni egy páncélzatot. Lehet, hogy nektek ez most unalmas, de nekem megéri, mert legalább egyszerűbb lesz nekem a második pálya. Mármint második, az ezutáni pálya. Azt hiszem, hogy valahol volt egy sárga páncél. Mikikó, addig maradj itt.
Nem vagyok benne biztos, de nézzünk szét azért. Hát itt nem volt, az biztos. Sokkal több minigunt is használhattam volna ezen a pályán. Na de most már mindegy. Sárga páncélt fölvettem volna anélkül valamikor, hogy észre is vettem volna. Hát úgy tűnik. Na mindegy, fölveszem még a Soul Sphere-t. Igen, most már csak Soul Sphere-nek fogom hívni. És... menjünk is vissza. Kifogytam kineti korból, hát akkor létrázzunk egyet. Egy kicsit több időbe került ez a pálya, mint kellett volna. Na, annyi baj legyen. Még így is rövidebb, mint az előzőek. Jössz, Mikiko? Hova tűnt? Azért. Ó, ne! Erre visszamegyek az előző pálya részre. Jaj. Mit tesznek velem ezek a sidekickek? Jó. Most már kövess, hogyha lehet. Túlságosan is följöttem volna. Várjunk csak, hol vagyok most? Igen, itt kell tovább haladni. Nem, mégse. Egy emelettel lentem. Ez az a villamos. Nézzük meg közelebbről is. Remélem, nem ragadok be itt. Gyere, Mikiko. Na, elmondtam a véleményem erről a pályáról. Az egyik legjobb rész. Az epizód egyébként így a második pályájától az ötödikig talán a legjobb részek közé tartozik az egész játékban. Páncélzatból lehetne nekem több is, de legalább életből mindketten maximumon vagyunk. Nem tudom, hogy mennyi minigun ammója van, de tényleg azt még felszedhettem volna vele. Nézzük meg, hogy ezt felszedje. Igen. Lehet, hogy így nagyobb segítség is lesz Mikiko a harcban. Daikatanát azt... vagy ezen a pályán fogom a vége felé léptetni, ha max szintre vagy az ezutáni pályán. Viszont itt még mentek egyet. Hangeffektek eléggé halkak mostanában. Na de, ez lett volna a Tower of Crime. Remélem, hogy tetszett a videó. Most már túl vagyunk az utolsó epizód első felén. Már nem sok van hátra. Következő videóig, sziasztok!